20 milliárdos fejlesztés, új védelmi rendszer és 26 kilométernyi új út épült, valamint befejeződött a töltésfejlesztési rendszer megújítása a Feti vízik területén. Szigorít a rendőrség. Januártól már Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is rendszeressé válnak a civil autós ellenőrzések. 16 okos zebra van a megye székhelyen. Az intelligens rendszer a gyalogosoknak ad nagyobb biztonságot az úttesten való átkelésben. A Túrtorkolat és Magosliget között új védelmi rendszer épült, a Tivadari híd környékén befejeződött a töltésfejlesztési rendszer megújítása, a felső-szabolcsi töltéseken pedig 26 kilométernyi új út épült, amely a védelmi feladatok ellátása mellett kerékpárútként is funkcionál. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Számos beruházás valósult meg 2019-ben a Feti vízik területén, melyek összköltsége meghaladta 20 milliárd forintot is. Ezek a felvételek 2018. szeptemberében készültek Tiszacsécsén. Jól látszik, hogy a gát magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, ahogy a munkálatok 2019 tavaszán álltak. Ebben az évben meghaladta a 20 milliárd forintot azoknak a fejlesztéseknek a beruházási költsége, melyek a Feti vízik területén valósultak meg. Árvízvédelmi területen 32 kilométer hosszban sikerült a töltéseket megerősíteni és magasítani, de emellett számos más terület is fejlődött. A Feti vízik igazgatója évértékelő beszámolójában azt mondta televíziónknak, valamennyi szakterületen soha nem látott munkák folytak az igazgatóság területén 2019-ben. Ez azt jelenti, hogy két részletben folyt a munka, egyrészt a Túrtorkolat és Magosliget között, itt valamennyi csatlakozó műtárgyat, zsilipet teljes körűen átépítettük, tehát vadonatúj rendszer épült ki, partvédőműveket építettünk a Tiszán, azokon a helyeken, ahol a folyó vészesen megközelítette az árvízvédelmi töltést, és kiemelkedő ebből a munkából a Tivadari híd környezetében végzett töltésfejlesztés, hiszen itt több új módszert is alkalmaztunk. Egyrészt a Kisari oldalon, a híd alatti területeken a Tisza töltését a folyótól több száz méterrel távolabbra helyeztük, tehát a régi töltést elbontottuk, és nagyobb teret adtunk a folyónak. A számítási és modellezési vizsgálatok szerint ennek kedvező hatása lesz a Tivadari híd szűkületének környezetére, tette hozzá az igazgató. A másik újszerű megoldás, hogy mivel a két település, Kisar és Tivadar is szorosan ráépült a Tiszára, ezért itt nincs lehetőség további nagy földművek építésére, ezeket mobil árvízvédelmi gátakkal váltják ki. Bonnár Gáspár hozzátette, ennek a próbáját is elvégezték, melynek keretében néhány óra alatt használható gátrendszert építettek ki a szakemberek. A következő időszak feladata lesz Kisar térségében az új hidat szeretnénk, ha ez megépül. Ennek a tervei gyakorlatilag rendelkezésre állnak, forrás keresés zajlik ebben az ügyben. Készült egy másik munka is a felső-szabolcsi Tisza töltéseken, egy 26 kilométer hosszú stabilizált utat építettünk Dombrád és Győröske között. Ez azt jelenti, hogy ez az út nagyon jól fogja szolgálni az árvízvédekezési feladatokat, és kerékpárútként is tud funkcionálni a jövőben. A beruházások összköltsége meghaladta a 20 milliárd forintot, ezeket Európai Uniós forrásból sikerült megvalósítania az igazgatóságnak, tette hozzá Bodnár Gáspár. Szigorít a rendőrség. Januártól már Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is rendszeressé válnak a civil autós ellenőrzések. Az akció decemberben indították el Budapesten, az új rendszer pedig sikeresnek bizonyult. A fővárosban ugyanis 240 esetben kellett intézkedniük a jelöletlen járművel közlekedő rendőröknek. Épp a buszsávban előzi ki a sort a fehér autó, ez látható a budapesti rendőrfőkapitányság néhány héttel ezelőtti felvételén. A kamerát egy civil rendőrautóban helyezték el, a szabálysértőt tetten érték, aki így büntetést kapott. A hatóság részéről a decemberi akció egyfajta teszt volt, amelyet azért hoztak létre, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedőket a főváros forgalmából. Az új rendszer eredményesnek bizonyult, így azt januártól az egész országra kiterjesztették. Mindegyik fel lesz most már szerelve menetrögzítő kamerával, amely veszi a forgalmat menet közben, és a cél az a dinamikus, durva jogsértő szabályok szegő kiszűrése, akik jelen esetben akár okozhatnak balesetet is, vagy balesetet idéző körülményeket teremthetnek a közúti közlekedésben, nem figyelnek másokra, csak a saját
elhatározásuk alapján előznek záróvonalon, esetleg kanyarodnak be ott, ahol nem lehet, vagy átmennek a tilos jelzésen. Egy-egy tízpól ellenőrzés során már korábban is használta ezt a módszert a rendőrség. Az országos kiterjesztést a hatóság azzal indokolta, hogy a jelölt rendőrautókkal nehezebb volt kiszűrni a szabálytalanul közlekedőket, ám civil járműből nem számítanak ellenőrzésre. A rendőrök a járőrözés során azt is fokozottan figyelik, hogy a sofőrök vezetés közben nem használják-e a telefonjaikat. Az ORFK munkatársa az ügyel kapcsolatban azt nyilatkozta, a legtöbb balesetet nem a KRESZ ismeretének hiánya, hanem a figyelmetlenség és a hazai közlekedési morál okozza. Már több mint egy tucat okos zebra található Nyíregyházán. Az intelligens rendszer a gyalogosoknak ad nagyobb biztonságot az úttesten való átkelésben. A legtöbb ilyen zebra a pályázati forrásból készült el a városban, és mivel a visszajelzések pozitívak, az önkormányzat tervezi újabbak kialakítását is. Villogó fények a zebra szélén az útburkolatba építve. 2018. decemberében adták át az első okos zebrát a szabolcsi megyeszékhely Korányi Frigyes utcáján, az északi temető hátsó bejáratának közelében. Azóta 15 másik ilyet alakítottak ki Nyíregyházán. Magyarországon csak az elmúlt években terjedt el, már ahol van, az okos zebra ugyanis még mindig ritkasságnak számít hazánkban. A fővárosban is csak egy ilyet hoztak létre eddig. Többféle megoldás létezik a Nyíregyházán alkalmazottról, a polgármesteri hivatal illetékes osztályvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. Két szenzor között kell elhaladni gyakorlatilag a gyalogosnak ahhoz, hogy a rendszerre induljon, tehát a LED sor, főleg szürkületben fontos, hogy láttassa a gyalogosokat. Tehát a hetek között elhaladnak a gyalogosok, ilyenkor mindig ügyelnek a szerelők, hogy lehetőség szerint úgy építsék ki, hogy ne lehessen kikerülni, nyilván javasoljuk is a gyalogosoknak, hogy erre figyeljenek oda, hogy a két szenzor között haladjanak el. Ilyetlen egy zebra van ez a Vasvári Pál utcán, ahol nem szenzorok között haladnak el a gyalogosok, hanem ott egy kamera van, és a kamera érzékeli a gyalogost. Mivel a gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplői, az intelligens gyalogos védelmi rendszer elsődleges célja is az ő biztonságuk javítása. Így olyan helyeken, jellemzően lakóövezetekben adtak át ilyet, ahol ezt a forgalom nagysága és a baleseti statisztikák indokolták. A városban két okos zebra készült el alapítványi támogatásból, a többi uniós forrásból megvalósuló projektek részeként, egy esetben az STK előtt pedig a közút megbízásából alakítottak ki ilyet. Az eddigi tapasztalatok pozitívak. Alapvetően jól működnek, én kérdeztem a kollégákat, hogy meghibásodás mennyire látszik. Alapvetően még néhány gyermekbetegség volt tapasztalható még a kivitelezések közben egy-egy hiba, ami nyilván két kivitelezőnek kell dolgozni, ilyen területen részben útépítőnek, részben maga a technológiát egy kiépítő szervezetnek, tehát itt az összehangolásuk miatt volt egy-egy probléma, illetve hát volt olyan is, ahol valaki nekitolatott egy ilyen oszlopnak a szambuzatéren. Tehát nyilván ilyenből fakadhat hiba, alapvetően nem jellemző, hogy ezzel hiba lenne, illetve azt is érzékeljük, hogy a lakók figyelik ezt a történetet elég erősen. Az osztályvezető hozzátette, várják is a nyíregyháziak visszajelzéseit. Bár arról még nem állnak rendelkezésre adatok, hogy az okos zebrák kialakítása óta kevesebb baleset történt volna, az önkormányzat célja továbbiak létesítése. Az okos zebrák nem kerülnek sok pénzbe a városnak, üzemeltetési költségük ugyanis minimális. Csütörtöktől elérhető a NAV honlapján a 2019-es személyi jövedelemadó bevallás nyomtatványa és a kitöltéshez szükséges felület. Akik maguk készítenék el a bevallást, használhatják a webes kitöltő programot, amelyet az sia.nav.gov.hu oldalon érhetnek el. Ez akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az ügyfélkapun nyújtja be azt. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV oldaláról, illetve beszerezhető bármelyik ügyfélszolgálaton, és továbbra is beküldhető postai úton. A NAV idén is készít adóbevallási tervezetet magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és mezőgazdasági őstermelőknek. Ezeket március 15-től lehet megtekinteni, és ha szükséges, módosítani az ügyfélkapun keresztül. Aki
Akik pedig postán szeretnék megkapni a tervezetet, azoknak ezt az igényt március 16-áig kell jelezni SMS-ben, a NAV honlapján, levélben, formanyomtatványon, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Az SZIA bevallási határidő egységesen minden adózóra vonatkozóan 2020. május 20-a. A Nyíregyházi Járásbíróság január 9-én gyorsított eljárásban jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt jogerősen 1 év 6 hónap végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetése ítélte SS vádlottat. Az ukrán állampolgár 2019. december 28-án belépésre jelentkezett egy autóbusz utasaként a Záhonyi közúti határátkelő helyen. A férfi az eljáró pénzügyőr kérdésére olyan nyilatkozatot tett, hogy 2 doboz cigaretta és 1 liter alkohol van nála. A vámvizsgálatot követően az autóbusz rejtek helyéről 5370 doboz cigaretta került elő, amit a vádlott magáinak ismert el. A vádlott a költségvetésnek közel 7 millió forint vagyoni hátrányt okozott azzal, hogy nem fizette meg a cigaretta után járó adót. Az 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott büntetés meghatározásánál a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott korábban Magyarországon nem volt büntetve, a cselekmény elkövetését beismerte és együttműködött a hatóságokkal. Súlyosító körülményként értékelte a bíróság a hasonló jellegű cselekmények gyakoriságát. Kefalónia lehet az új közkedvelt úti cél a megyebeliek számára, miután Debrecenből már közvetlen járattal lehet a Görögvárosba utazni. A másik újdonság 2020-ra, hogy Budapestről a Kanári-szigetekre is közvetlen járat indul. Így nem kell átszállni, ez pedig gyakran szempont az utazni vágyók körében az úti cél kiválasztásakor. Uruguay, Costa Rica vagy Aruba. Csak néhány a top 10 úti cél közül, amit 2020-ra előszeretettel ajánlanak a szakemberek. Ezek időről időre visszatérnek a top listára, azonban vannak olyan országok, amelyek már hosszú évek óta bérelnek ezen a listán helyet. A magyarok egyik közkedvelt célpontja idén is Horvátország, de a nyári előfoglalásokat már a görög és török nagyvárosokba is érdemes megtenni. 2020-ban ráadásul egy új görög város lehet a nyíregyháziak célpontja. Ami nagyon fontos nekünk, hogy Debrecenből újdonságképpen Kefalónia szigetére lehet majd elutazni. Ez azért fontos, mert ugye nagyon-nagyon sokan szeretnek ugye Debrecenbe átmenni, hiszen az csak 1 fél óra, nem kell Budapestig felmenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez méltán népszerű, hiszen maga a sziget is egy gyönyörű természeti szépségekkel rendelkező kis görög sziget. A másik újdonság az, hogy a Kanári-szigetekre, itt Gran Canaria-ra és Fuerteventura-ra közvetlen charterjárat lesz Budapestről. Ez megint nagyon szerencsés, nem kell menetrend szerinti járatokkal utazni, átszállással, egyebekkel, hanem közvetlenül tudunk eljutni ettől a nyártól már erre a két szigetre. Úgyhogy azt gondolom, hogy így újdonságnak ezek nagyon-nagyon jók lesznek az utasok körében. A belföldi úti célok sem változnak sokat, 2020-ban 6 hosszú hétvége lesz, ilyenkor szinte minden szálloda teltházas Magyarországon. A Balaton és a Velencei tó környéki szálláshelyek pedig egész nyáron így üzemelnek. Az utazási irodák ilyenkor a külföldi úti célokat javasolják, hiszen ami belföldön 1 hét, ugyanazon az áron Görögországban akár 12 nap is lehet. Ha valaki mégis belföldön nyaralna, a wellness szállodák mellett aktív kikapcsolódást is választhat. Méltán mondhatjuk, hogy a környékünkön a Mátra az elég népszerű, ugye, ahol tényleg lehet rövidebb, hosszabb túrákat tenni. Ugye, hogyha egy kicsit Dunántúra kacsingatunk, akkor a Visegrád és környéke, amit ugye a panorámáért mindenképpen érdemes megmászni, a visegrádi hegyeket. És azt gondolom, hogy ami nem annyira hegy, de mondhatjuk, hogy hegyes vidék, a Pécs és környéke az szintén, és természetesen, hogyha az aktív turizmusról beszélünk, azért még el kell mondani, hogy jó pár gyógyfürdőnk is van olyan helyen, ahol az aktív turizmusnak lehet hódolni, és ahogy az előzőkben említettem, ugye a túrázás mellett este a kikapcsolódás, az kényeztetés az mindenki számára egy kellemes. Vannak olyan úti célok is, amelyeket egyre kevésbé ajánlanak a nyaralni vágyóknak. A spanyol Mallorca régóta küzd a turisztikai tömeggel, emiatt a lakók már tüntetnek is. Amszterdam is hasonlóan zsúfolt lett az elmúlt évek alatt, a kormány itt idegenforgalmi adóval próbálja korlátozni a látogatók számát. Balin pedig a turisták után maradt szeméthegyek jelentik a legnagyobb problémát.
Második idei bajnoki meccsét is megnyerte a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 15. fordulójában 83-67-re verték a Vasas Akadémia csapatát. Siska János listavezető együttese vasárnap a második helyezett Veszprém otthonában lép pályára. Első vereségét éppen a Vasastól szenvedte el a Nyíregyháza, amely listavezetőként fogadta a fővárosiakat. Az első negyedben sokáig a vendégek vezettek, de végül két pontos cápa vezetésnél mertek az első pihenőre a csapatok. A második 10 percben sem változott a játékképe, a házigazda nem tudott ellépni ellenfelétől, így 44-44-es döntetlennel zárult az első félidő. Fordulás után szigorított védekezésén a hazai csapat, elől is pontosabb lett a játék, aminek eredményeként elkezdett nyílni a két csapat közötti olló. A záró negyednek már 10 pontos előnnyel vágtak neki a nyíregyháziak, akik ezt még meg is fejelve végül magabiztosan hozták a kötelező győzelmet. Az első félidőben hagytuk, hogy a Vasas játéka érvényesüljön. Ők ilyen kemény, agresszív védekezést játszanak a falhatáron. Hagytuk magunkat, aztán a második félidőben megmutattuk, hogy mi is tudunk így védekezni. A Vasas edzője szerint bár minden tőlük telhetőt megtettek, végül érvényesült a papírforma. A két csapat nincs ugyanabban a súlycsoportban, én úgy gondolom. Főleg most a Nyíregyháza szerintem a legjobb formában lévő csapat az egész bajnokságban. Az volt a különbség más mérkőzésekhez képest, hogy nyilvánvalóan egy ilyen erős hazai csapat azért jobban büntet, azaz azt jelenti, hogy mi nekünk a kevés lehetőségeinket kellett volna kihasználni. Majdnem tökéletes játék kellett volna itt a győzelemhez, vagy az EGEL mérkőzéshez, ez sajnos ma nem sikerült. Mint a mezőny legeredményesebb játékosaként 27 pontot szerző Brighton Hobbs elmondta, igyekeznek minden meccsen a lehető legjobbjukat nyújtani. I think we just had to come out and stay focused. Esélyesként nem könnyű egy ilyen meccsre felpörögni, de az a dolgunk, hogy koncentráltan, betartva az edzői utasításokat lépjünk pályára. Busz Iván 11 szerzett pont mellett 11 gólpasszt osztott ki. A csapatkapitány szerint kellemes teher esélyesként pályára lépni. Hál' Istennek elértük azt, hogy szinte mindenki minket akar már megverni. Idejönnek a, szerintem ez egy nagy igazság is alapjáraton, hogy jó csapat ellen jobb játszani, teher nélkül, felelősség nélkül, és nekünk pedig egyre nehezebb felpörögni. Gondjaink is voltak ezzel az első félidőben, de félidőben kaptunk egy kis fejmosást, amit igazából már szerintem magunkban is lerendeztünk volna. Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy keményítsünk a védekezésen, amit megtettünk, és egészen jóra sikerült, hiszen 21 pontot kaptunk talán a második félidőben, ami azért nagyon jó. És örülök, hogy sikerült behúzni, és tudunk menni egy jó rangadót játszani vasárnap. A forduló további eredményei a következők: MTK Elit Basket Nagykőrös 87-80, Salgó Tarján Veszprém 75-69, Baja TF Budapest 56-55, MAFS Budapesti Honvéd 90-67 és Budafok MEAFS Miskolc 84-78. A tabella élén a Nyíregyházzal 12 győzelemmel és 3 vereséggel megelőzve a 11-4-es mutatóval rendelkező Veszprémet. A két cápák vasárnap Veszprémben lépnek pályára. Vasárnap 5 helyszínen elrajtol a Nyírerdő Kupa kispályás labdarúgó torna. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által alacsonyabb osztályú csapatok számára szervezett sorozat középdöntőit január 19-én rendezik. A döntőnek pedig január 26-án a Filó foci csarnok ad majd otthont. Már hagyomány, hogy az MLS megyei igazgatósága az év elején egy háromfordulós tornán biztosít játék lehetőséget a megyebeli csapatok számára, amelyek a hétvégi meccseket beépíthetik a felkészülésükbe. A 7. Nyírerdő Kupára 25 együttes nevezett, vasárnap 5 sportcsarnokban indul majd reggel 9-kor útjára a labda. A jelentkezőket az első körben, az első hétvégén, ami most vasárnap lesz, tehát január 12-én 5 helyszínre osztottuk be, 5 fős csoportokba. Itt nem néztük, hogy melyik csapat milyen osztályba szerepel, csak és kizárólag a területi elvet vettük alapul is figyelembe, hogy az elmúlt években is, tehát hogy minél kevesebbet kelljen utazni a csapatoknak, úgyhogy így jött össze ez az 5 helyszín. A helyszínek azok a hagyományos helyszínek, hiszen Újfehértó, Levelek, Gyulaháza vagy éppen Nyírbátor már hosszú évek óta házigazdája ennek a rendezvénynek, is van egy új helyszínünk is. Nagy örömünkre a Vásárosnemi sportcsarnokba is rendezünk idén mérkőzéseket. Az első körből 15 csapat jut az egy héttel később esedékes középdöntőbe, ahonnan 8 együttes lép majd tovább a január 26-ai döntőbe, amelyet a Filó foci csarnokban rendeznek meg. Január 15-én az amatőr labdarúgásban indul a téli átigazolási szezon, amely február 14-én éjfélig tart.
Egy hónapjuk van azoknak a játékosoknak, akik úgy gondolják, hogy csapatot szeretnének váltani, ezt megtegyék, viszont nagyon fontos információ, hogy télen csak és kizárólag úgy tudnak váltani csapatot játékosok, hogyha az átadó klub elengedi őket. Az igazgatóság 8. alkalommal érte ki a nagypályás műfüves felkészülési tornát, amely január 25-től február 16-ig tart majd. Nyíregyházán, Nyírbátorban, Kisvárdán és Tarpán összesen 50 megyei első, másod, illetve harmadosztályú csapat lép majd pályára hétvégi fordulókban. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A túrtorkolat és Magosliget között új védelmi rendszer épült, a Tivadari híd környékén befejeződött a töltésfejlesztési rendszer megújítása, a felső-szabolcsi töltéseken pedig 26 kilométernyi új út épült, amely a védelmi feladatok ellátása mellett kerékpárútként is funkcionál. Számos beruházás valósult meg 2019-ben a Feti vízik területén, melyek összköltsége meghaladta a 20 milliárd forintot. Szigorít a rendőrség, januártól már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rendszeressé válnak a civil autós ellenőrzések. Az akciót decemberben indították el Budapesten, az új rendszer pedig sikeresnek bizonyult. A fővárosban ugyanis 240 esetben kellett intézkedniük a jelöletlen járművel közlekedő rendőröknek. Már több mint egy tucat okos zebra található Nyíregyházán. Az intelligens rendszer a gyalogosoknak ad nagyobb biztonságot az úttesten való átkelésben. A legtöbb ilyen zebra pályázati forrásból készült el a városban, és mivel a visszajelzések pozitívak, az önkormányzat tervezi újabbak kialakítását is. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták január 10-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, szombaton este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk, tudósításainkat addig is internetes oldalunkon. Visszanézhetik én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Ma még egy átmenetileg leépülő anticiklon alakítja időjárásunkat, az éjszaka második felében azonban gyenge hidegfront érkezik, viszont ez számottevő változást nem okoz. Felhős idő valószínű, csapadék nem lesz. A nyugati, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 2 fok között alakul. Szombaton gyengén és erősebben felhős időszakok követik egymást. Párás, ködös idő várható, csapadék nélkül. A változó irányú, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Vasárnaptól igen enyhe levegő érkezik fölénk a magasban, emiatt a jövő héten a csendes időben erősödik a köthajlam. Éjszaka sokfelé képződik köd, ami napközben csak lassan vagy egyáltalán nem oszlik fel, és sok lesz felettünk a felhő is, emiatt napsütésre nem számíthatunk. Éjszaka általában gyenge fagy várható, napközben pedig fagypont körüli értékre melegszik csupán a levegő. A ködös területeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat.